Néhány színes tonetszék, két asztal és két remek színész. Meglepő, de a Kövek a zsebben című komédia sikeréhez ennyi is elegendő. A mű, amelyet Kállói Molnár Péter látott meg Londonban és fordított magyar nyelvre, 2002-es premierje óta már 325. előadásánál tart. A történet Írországban játszódik egy amerikai film forgatásán. A két főszereplő Charlie és Jack, a készülő produkció statisztái. Rudolf Péter és Kállói Molnár Péter azonban nem csak őket, hanem a komédia összes többi figuráját, pontosan 15 alakot keltenek életre a színpadon. A darab rendezője szerint a sikeres előadásnak számos titka van. Többek között a szellemes ötlet és az interaktivitás, hiszen a művészek a nézőket is bevonják a játékba, statisztákká teszik őket. Nagyon könnyű azonosulni ezzel a két fickóval. Tehát egyrészt a darab maga, a szerző valami fontos dolgot elcsípett. Azt hiszem, nekünk magyaroknak nem kunst azonosulni azzal, hogy mi az, amikor egy látszólag csillogó, billogó világ, Hollywood beteszi a lábát, és be lehet helyettesíteni természetesen Hollywooddal mindenféle egyebeket, egy kisvárosba, egy falucskába, és ott fölbojdítja az emberek életét, aztán maga könyörtelen technikáival mindenkit fölkavar, megzavar, és aztán tovább áll, és ott hagyja ezeket az embereket megbojdulva. Az előadás hazai bemutatásának ötlete Kállói Molnár Péter fejében fogalmazódott meg. Szerinte a darab jutalomjáték minden kezdő színész vágya lehet. A két művész egyetértett abban, hogy remek dolog egyszerre számos szerepet játszani, ugyanakkor mind fizikailag, mind koncentráció szempontjából rendkívül nehéz. A színművész kizárólag Rudolf Péterrel közösen tudta elképzelni ezt a komédiát. Akkor is már ugye jól ismertem Pétert, hiszen a Víg Színházban voltunk együtt, és több darabban együtt játszottunk, sőt addigra már az Üvegtigris egyben is volt szerencsém dolgozni vele. Másrészt egész egyszerűen, ha egy néző most megnézi ezt az előadást, ez a Péternek a habitusa, izzó pörgése. Az alkotók szerint kihívás ugyanolyan szenvedéllyel eljátszani 325-ször is a darabot. A nyíregyházi publikum bizonyára egyetért abban, hogy a két művésznek ez péntek este is sikerült.